írták azt, hogy még nem állt készen a játékra. Most viszont a csapatok teljes terjedelmében megvannak és készen állnak a késkörre. Illetve át is váltottam most már az overlay-t. Hogyha ismét tudna dominálni egyébként a Fröcskő csapata, akkor akár könnyedén behúzhatnák ezt a napot is, és megmutatták, hogy CT-ben elég erősek voltak. De lássuk a késkört, mennek rámpáról a srácok. Mint ahogy azt már megszokhattuk a késkörben Mirázson. Nézzük, hogy ki lesz az első vér, ott DMV próbáltat egy kicsit elhúzni őket. És egyelőre megy az adok-kapok. És úgy néz ki, hogy Shifty meghalt, és de ettől függetlenül a fröcskők be fogják húzni ezt a késkört, ugyanis már csak Skreddy van 100 HP-val, viszont van szembe vele egy Ezi, aki szintén 100 HP-s volt, így ketten meg is tudták őt szúrni, és swapolnak is a srácok, ami annyit jelent, hogy a fröcskők fognak CT-be kezdeni, és úgy gondolom, hogy erre nem biztos, hogy fel volt készülve a Skip csapata. Ja, tegnap is láthatunk egy nagyon szép T-kezdést a húsgolyóktól, és nekik tényleg teljesen respekt, mivel nagyon szépen jutottak tovább, összeszedettek voltak, azonban sajnos a legnyom 8 között ugye kiestek. Viszont ennek ellenébe itt van nekünk a fröcskölők és a skip. El is kezdődik az első pisztolykör. Illetve igen, elkezdődött a pisztolykör. Két kis kevó van és gránátok vannak a terroroknál. Hárman futnak B-re, illetve Underground-ba. Ugye mindenképpen egy A-kört láthatunk. És Skreddy most találkozott Kyle-lal, aki kapta a flash, de meg tud tölni Skreddy-t. Szóval Makez megbosszulta a társát közben CT-n. Azonban ketten ki vannak szorulva CT-re. És van még smoke, nincs már smoke-a srácok, mert így nem tudják őket kizárni, de Skip lelövi Ezit, és ezzel meg lehet az első terror köre a Skip csapatának is. X-Die megöli, Connector van Shifted, és már csak Olek marad CT kezdőn egyedül, és meg fogja szúrni? De... Nem fogja megszúrni. Nem fogja megszúrni, sajnos. De megölni se tudta X-Die egyelőre. Közben Olek meg tudta ölni Makezt. És 2-0 HP-s is van egyébként a terroroknál. Fizzle 6 és X-Die 16 HP-val. De X-Die már zár hátba Oleknak, és meg is ölik, és ezzel azt megszerezte az első körét terrorba. Lehet, hogy nem véletlenül választották ezt a mapot, ugyanis ez egy elég összeszedett rás volt. Innél voltak füstök, illetve felfutottak Undergroundból, vagy patkányból, magyarosan. És rá is vettek egy AK-t, egy P90-t, illetve kettő Galilt, és Redinnél van egy CZ. De neki maradt 650 dollárja vagy pénze. Úgyhogy Robi mondaná goldja, csak az egy másik játék. És egyébként nagyon középen várnak. Így van, azért próbálják a mid controlt megtartani, mert ugye midről gyakorlatilag mehetnek arra B-re, sőt akár boostolhatnak a moziba. És ez egyébként pont erre a boostra készül, ahogy nézem. Ugyanis ő várja azt, hogy kit boostolnak és megpróbálja létre a szobából lelőni. De egyelőre még erre nem kerül sor, ugyanis nem akarnak boostolni a srácok. Próbálnak szépen osonni előre középen, majd akár egy rövid rást is láthatunk majd tőlük. Evo láthatja meg Kyle-t, aki közben háttal fordult konnektornak és el is van, ment. Mennek is a smoke-ok és megy is és a flash is a rövidre, rövid. Ami annyit jelent, hogy rövidre fognak bemenni. Viszont de... Így van, Devo találkozni fog Ezivel. A Devo visszafordult Ezire, azonban ugye nem és tudta megölni. És már zártak is hátba röviden. És Devo-t meg is ölik. De a plant mindenképp nem van bén. És Skreddy nem tudja hátből lőni Olek, ami egyébként egy kulcsfontossága lehetett volna ennek a körnek, ugyanis már rövides meg is ölték volna. Ketten maradtak volna planton, és így... Így viszont Makez 2-t lelő konyhába, így nagyon sok esélye nincsen már a CT-nek lehozni ezt a kört, ugyanis defkitek hiányában. Még talán esetleg Ezinek kéne lőni egy fegyvert, hogy ez Echo kör gyakorlatilag sikeresnek mondható legyen, de Oleknak egyébként van most egy fegyvere. Így még egy Echo körre szükségük lesz, azonban Olek akár elmehetne egy B házat fogni egy darab smoke-kal, vagy
vagy kialakíthatna egy first kontaktot valakivel egy kis píkeléssel, és akár onnantól egy 54 szituációt kialakítva le is hozhatnák a következő echo körüket a CT-k. Ugyanis pénzben, egy Gail Oleknél. Így van, pénzben nem duskálnak, Oleknál viszont van egy nagy kevó. És egy Galil, ugye? Nézzük, mit fog tudni művelni Olek ezzel a Galillal, és nézzük, hogy mit fognak művelni a terrorok. Úgy néz ki, hogy megint csak átveszik az uralmat a közép fölött. Próbálják visszataszítani igazából a CT-ket. Konnektorban néznek, illetve ablakba. Azonban Ezi ismét már röviden van, és lehet, hogy meg fog próbálni felmenni kis szobába. Viszont találkozhat ugye Devóval, akik ugye már jön az ablakfüst, vagy ami nagyon nagy előny lehet ebben a körben, hogy Kai közben kitolt a házat, és ezzel már tudják, hogy házban nem jönnek, úgyhogy várnak arra, hogy megint egy B-kör fog ebből kerekedni, főleg így, hogy Connector Smoke ment, és megy is a rövidrás. És ez lövi az első freget, és ez nagyon fontos volt, de azon nyomban meg is hal, és Fizzil és Skredin lőnek kettőt. Viszont Kyle javít Devónál. És be is mennek ára egyébként. És fegyvere is van Kyle-nak, és Kyle lelő még egyet, és 2v2 szituáció van, két fegyveres ellen, és Shifty nem tudta hátba lőni Makest. Közben megdobták tűzzel. Azonban Shifty felment, csak nem értettem, hogy miért. Viszont a bomba elesett, és Skredinek a pozícióját tudja Olek. Egy flash, és Oleknek kell megszereznie ezt a kört CT-knek. Azonban nehéz lesz, ugye azonban kifelé van rakva kintre, a bomba. Kintre plantol Skredin, és mindjárt kontaktolni fog Olekkal szemben. Ugyanis benézett, de Olek már le is buktatta, és Skredin nyeri ezt az 1v1 szituációt. És ezzel 3-0 a Skip csapatának. Nézzük most, mit fognak csinálni, hogyan fognak védeni a CT-k. Ugyanis sok-sok pénzük nincsen, nagyon sok gránátjuk nem lesz, nagyon sok smoke-kal nem tudják kirekeszteni ezeket a gyors rásokat. És ezzel szemben a Skip csapatának teljesen full setje van. És úgy néz ki, hogy el is indulnak közbe B-házba. Nagyon elhúzzák ezeket a köröket a T-játékosok, és ezzel picikét megzavarva a CT-ket, hogy nem nagyon találják a helyüket, miután nem sikerül megszerezniük az entry-t. Most is még nem nagyon píkeltek középen, azonban már jön fel az underground, illetve Makes már kukánál van, volt. És lehet, hogy ismét láthatunk egy elkört. Kicsit hiányolom a CT-ktől ezt az egymásnak flashelünk és a másik kinéz dolgot, szóval kicsit segíthetnék egymás gránátokkal, bár most ugye mint mondtam, sok gránátjuk nincsen. Már Fizzil. Teljesen kijött szinte Underből. És jött is egy rövid füst. És Fizzil tudja DMB-nek a pozícióját, ugyanis DMB 2 gránátot is megejtett onnan. Nem fel is dobott egy tüzet közbe. Viszont DMB belesétált a tűzbe, ami nem volt annyira jó ötlet. És Kyle lő kettőt konnektorba, és ez már mindjárt X-Dye-nak a pozícióját planton. És X-Dye 1v4-ben marad, úgyhogy ezt a kört nagyon szépen megfogta a fröcskő csapata. DMB-nek az infója nagyon hiányzott neki, vagy nagyon kellett nekik szerintem, hogy ő ott 2-3 trapot is hallott középről. Igen, és így közben nagyon gyorsan Kyle egy 4k-val szereztem a kört, ugye a CT-knek. És lássuk a Skip első echo körét, ugye echo-ban nagyon erősek mindkét csapat, legalábbis Infernon ezt a tanúbizonyságot tették nekünk, és megy is egy B-házrás, és valószínűleg DMB patkányból fog zárni rájuk, és be is fognak tudni, nem fognak tudni bemenni, mert Shifty kezdi a fregelést, és viszont Ezit is megölik, és Shiftyt is, úgyhogy egy plantra mindenképp jó megint ez az echo kör, és hát sajnos fegyvereket eddig még nem kaptak fel a srácok, ahogy látom, ketten zárnak konyhából, hárman zárnak konyhából. A Makes megölte Kyle-t, azonban viszont X-Dye elkövetett egy hibát az, hogy eldobta ezt a smoke-ot. Ugyanis tudják, hogy körülbelül hol van, és már rá is tartanak, és le is lőtték. Túl későn jött X-Dye-tól ez a smoke, valószínűleg nem vette észre, hogy van még egy smoke-ja, vagy éppen felkapott egy smoke-ot valakitől, és nem vette észre. Ugyanis, hogyha ez a smoke időben megy, akkor gyakorlatilag nem tudnak kirásolni a CT-k konyhából, úgyhogy lehet, hogy ezen ment most el ez a kör. És láthatunk is egy AWP-t, ugye Ezinél. Ugye, ahogy Robi mondaná, a Best Frags of the Week sztárjánál. Már egyszer megmutatta nekünk az AWP tudását.
És reméljük, hogy ismét megfogja. Viszont most megy egy középrás a srácokba is, egy rámparás bocsánat a srácoktól. A Kyle lőhet azonban, akár négy azonban embert Kyle is. Megállítani látszik ezt a rást. Mokesz válaszol, Kyle ismét lelövi. És Mokesz már duplázott, és Mokesz tudja Ezi pozícióját, úgyis Ezi belelőtt egyet a smoke-ba. És már megy is oda a Molotov. De a srácok betörtek lerakóra, és meg is ölték az utolsó embert Skreddin személyében. 3-3 az állás, és pedig ez nem volt egy rossz rás, nem volt egy rossz rás, mentek a smoke-ok, csak talán nem jó helyre éppenséggel, mert gyakorlatilag csak konyha felől zárót zárták ki a játékból. CT kezdőre nem nagyon ment smoke, és a flash-eket is hiányoltam lerakó irányába. Úgy néz ki, hogy amikor indult a rush, akkor jobban nézett ki ez a kör, és ez járontja az entry frag-et középen, közben hárman már elindulnak B ház fele, és le is mennek patkányba, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez egy A kör lesz végül. Közben Kyle ismét találkozhat akár két emberrel is, ugye patkányba, a felfutóba, illetve miden. DMB-nek is sikerülhet hátba lőnie. Ugye két embert is miden, közben Mokesz megölte Ezit, aki ablakban, aki moziban AWP-zett és próbált píkelni, de nem nagyon jött neki össze. Azonban ott fizül, lassan találkozni fog Olekkal, hogyha benéz középen, és a ház vissza fog menni, úgyhogy lehet, hogy vissza fognak menni T-kezdőre fizülék. Én közben Kyle nem, elfordult Devótól. Fizül benézett, de Depó közben lelőtte Kyle-t. Nézzük, mi fog ebből a körből kikerekedni, Olek már lebuktat a fizült rámpán. DMB, konnektort tartja is mozit. Hát úgy néz ki, hogy 4v3 szituáció van, de eddig eléggé tanástalannak tűnik ez a terrorkör. De Devo beugrott és DMB meg tölni. Fölülni Devo DMB, de DMB résen volt, így ez nem jött neki össze. Ketten viszont berásoltak, de Oleknek nagyon jó pozíciója van. Viszont nulla hitet tudott neki adni falon, egy kicsit mellé tunkolt, és ketten ben van a planton. Szemben Ezivel 1v3 szituáció, és Ezi úgy látom, hogy ezt a kört nem fogja lehozni, ha csak nem lő egy extrát, és így már nem is nagyon fog, ugyanis most már hárman tartanak rá. Mokesz mindjárt rámpáról szerintem oldalba is fogja lőni, hogyha bemegy. Nem, X-Dye lőtte végül le, de most már tudták, hogy hol van 1v3 szituációt, nem nagyon volt esélye lehozni. Megint csak az történt, ami az első körben is, hogy kiszorították CT-re őket, és gyakorlatilag nem volt esélyük visszafoglalni a lerakót, amit először átadtak, mert közben nagyon szépen zárt a konnektor, és nem tudták bemenni, nem tudták őket összelőni. Úgy látom, hogy Mokesz közben maradt T-kezdőn a tartani hátat, úgyhogy megint csak egy B-kört fogunk látni szerintem. El fogják smoke-olni valószínűleg konnektort, és menni fog a rövid, eddig ez nagyon bejött a srácoknak, csak így van, házat kistolt a Shifty, úgyhogy fizül lelőtte őt. Ez azt jelenti, hogy elsmokolják a konnektort, flashelik a mozit, és ott ez egy rossz konnektor smoke, azért azt hozzá kell tenni. Viszont Mokesz lő kettőt így, de DMB, így van, DMB és Ezi konnektorból és rövidről már szereztek is két freget, ennek a rossz konnektor smoke-nak köszönhetően nem tudtak ketten bemenni röviden a srácok, és 2v1 szituáció van a DMB. Visszafordulnak B-re, közben DMB még próbálkozik a P250-nel. Fizült próbálja nagyon ellőni, hogy ugye legyen fegyver és ki tudjon menteni valamit esetleg, vagy akár lehozni a kört, viszont Mokesz már letette át, és ezzel szinte lehetetlenné tette DMB-nek. Azonban DMB-nek úgy néz ki, hogy most sikerül egy fegyvert szereznie, mert Fizült fejbe lőtte. 1v1 szituáció. 1v1 szituáció, és ezzel a lövéssel el is árulta magát Mokesszal szemben, aki valószínűleg oldalba fogja őt lőni, miközben próbál bemenni lerakóra. Ismét nagyon jó helyre van lerakva a bomba, és de ki nem, is menti DMB a fegyvert. Próbál, nem, hát szerintem nem fogja tudni kimenteni, mert hátba fogják őt lőni. Igen, éppen most. Így van. Mokesz nagyon okosan csinált ezt az 1v1 szituációt. Tudta jól, hogy nem volt esélye DMB-nek a bomba plantra, vagy bomba szedésre, és nagyon szépen kivárt, hogy merre próbálja menteni ezt a fegyvert, és így ez nem sikerült neki. 5-3 az ellens, az kipjavára egy CT mapom. Szerintem úgy néz ki, hogy ezek a pikkelések nagyon jól jönnek a skip csapatának, és nagyon jól uralják ezt a midet. És azért tényleg ez is egy nem is tudom mihez hasonlítsam, talán egy cache-hez hasonlítható a mid controlled map, hogyha a midet át tudják venni, onnan gyakorlatilag három irányba tudnak támadni, moziba, rövidre és konnektorból. És hogyha ha egy előre jól megfontolt kör van, akkor gyakorlatilag össze tudnak lőni bármelyik lerakót. Ugyanis konnektor ház, konnektor rámpa, az simán mehet arra.
és egy rövid házprik simán mehet B-re. És úgy néz ki, hogy ez így az első frag B-n, de Makesz válaszol neki, és Shifty javít, de most megint be tudtak menni B-lerakóra, és DMB már közben próbál konyhából zárni. Kite elszmokolták, aki lerakó mellett van, és lelövi Skreddin, de meghal. És ismét 2v2 szituáció van. De Devo 2v1-re redukálja ezt, és Oleg marad egyedül házból. Fizüllel és Devóval szemben, akik pedig röviden és konyhában vannak. Igen, és nagyon jó, nagyon szépen kitolták ezt. Ja, hamar kezdte el egy picit szedni, azonban lehet meg lesz neki a diffuse, de Fizzül. Hát ez egy másodpercen volt, Fizzül majdnem egy hatalmasat hibázott, hogy nem tudta a bomba szedő Oleket hátba lőni. De most már 6 köre van a skip csapatának, úgyhogy eddig elég meggyőző. Nem, lehet, hogy tényleg nem véletlenül választották ezt a mapot a srácok. Úgy néz ki, hogy nagyon jól be vannak rá taxolva, és nagyon jól véghez viszik ezeket a támadóköröket. Igen, ugye az a probléma, amikor úgymond kisebb csapatok játszanak egymás ellen, mivel a vétó az nem alapján megy, hogy kinek melyik az erős mapja, hanem hogy nekünk melyik a gyenge mapunk. És ezért is lehet akár egy olyan mapot bent hagyni, ami lehet, hogy a másik csapatnak az egyik legerősebb pályája. És közben Fizzül megölheti akár DMB-t, csablakba azonban DMB megölte őt füstön, és Ezi meghalt röviden, ezzel tiszta az út rövidre, ugye DMB viszont pont látja a bombát. Shifty B házban van, úgyhogy ha bemegy a rövidő, egy bomba plantolót mindenképp le tudna lőni. Viszont átzárnak azonban így DMB lelővésével már nyitott az A. Ugyanis a srácok nagyon jól tudják, hogy Shifty az B-n van, ahogy látom. Sőt, Skreddin már CT kezdő tartja, és Shifty le is bukott. Meg is próbálja kimenteni innentől ezt az AK-t, azonban el fog indulni ugye a hajtóvadászat. És lelövik. Igen, nézzük, Skreddin be fog-e nézni ugrálóshoz bal oldalra. És nem úgy néz ki, hogy be fog nézni, és hátba is fogja őt lőni, Shifty. Ezek egyébként rettendő fontos fregek tudnak lenni. Mert a fegyvert el mégis tudjuk venni. Hát az egyik, hogy a fegyvert ugye, hogy ki tudjuk menteni a fegyvert. Most X-Dye-t fogja valószínűleg lenőni Shifty, ugyanis X-Dye még mindig arra számít, hogy Shifty konyhába van. De nem úgy néz ki, és rossz helyre állt, rossz helyre pozícionált Shifty. És hogyha kívül maradt volna a falon kívül, akkor még ki tudta volna hozni ezt a fegyvert, sőt akár ölni is tudott volna egyet. Hát eddig úgy néz ki, hogy eléggé nagy itt a skip fölény ezen a mapon. Pedig rámparást. Így van. Elvette. Pedig pont ezek a smoke-ok, amit most bedobott Oleg, bár nagyon későn dobta be ezt a smoke-ot. Ugye az első embernek a kifutott CT-kezőre neki kellett volna smoke-olni a rámpát, és akkor nem tudott volna ilyen könnyen felmenni a rámpa. Ugyanis amikor nyílt a smoke, akkor már ketten bejöttek rámpán és fejbe is lőtték őt. És megint csak azt láthatjuk, hogy hiányoznak azok a smoke-ok a CT-ktől, amik a terroroknál megvannak. Ugyanis ismét nagyon szépen kizárták őket a játékból. CT-re és konyhába szorítva. És úgy látszik, el is indulnak most már. Így van, ezt ki fogják menteni ezt a fegyvert gyakorlatilag, mert tudják, hogy ezt innentől vissza nem fogják foglalni. Pedig hozzá kell tenni, hogy egyébként van 2 smoke és 4 flash náluk, úgyhogy azért ezt ki tudták volna talán használni egy-két próba píkelésre, úgymond, hogy egy-két embert ki tudtak volna szedni, és akkor talán meg is próbálták volna ezt a bombát felszedni, de így sajnos erre nem fegyük viszont sor. Lehetséges, hogy jobban is jártak, mivel ugye volt fegyverük, volt kevlárjuk, illetve, hogy mondtad, maradt nekik füstjük és flashjük, ezzel nagyon sok pénzt spóroltak, ezzel ellenben most már rá tudta venni a csapat többi tagja is. Viszont, hogyha egy lose, akkor ugye mindenki ekózni fog. Habár DMB, illetve ezt meg tudná venni. Tudtak volna dobni, úgyhogy nem, csak szerintem Nem is hitték el ezt a srácok, hogy ezt a kört lehozhatják, és DMB-nél van itt a first frag. És úgy néz ki, hogy most megint egy rossz connector smoke-nak köszönhetően Kai 2 tud hátba lőni röviden. És ez egy körbe fog kerülni a skip csapatának. Közben pedig alapvetően nem dobnak a srácok rossz smoke-okat. Van egy-kettő random, mint például most Oleknál láthatunk egyet a plan mellett. De még az is lehet, hogy a CT-k dobták bár kétlem. Viszont X-Dye 1v3-ban marad. Azonban Kai már le is infózta, hogy ő leugrott. A végén meglesznek ez a kör, ugye még van ideje bőven 50 másod. Már csak 1v2-t láthatunk.
Igen, és nagyon jól kizárta Olekot moziból. Azonban El most még mindig megint ott van csak ellépte, és tartóra. megint Kai tudja, hogy merre van, és ez egy hatalmas hiba volt megint. Talán, hogyha fentről próbálta volna megnézni ezt a konnektort, akkor talán több esélyet volna. Így viszont majdnem egy 1v4 szituációt hozott el, hogyha ha arról az oldalról nézzük, úgyhogy nem volt ez olyan rossz próbálkozás, főleg úgy, hogy azért pénzük még mindig van a skip játékosainak. És ahogy láthatod, most mindegyik csapatnak full setje van tényleg, most már mindegyiknél megvannak a gránátok. Oleg időben smoke-olt azt a rámpát, és nem fog menni itt egy rámparás, ugyanis akkor már felülről szokták ezt jelezni a srácok a flash-ekkel. Azonban X-Dai lövi az első fragget. Igen, Drága, ezt már Kai-nál láttuk merre. Többször, hogy ő próbálja előre tolni házat, én ezt már meg is jegyeztem kétszer is, hogy ki tudta tolni házat, ezzel kizárván annak a lehetőségét, hogy itt egy házrás vagy egy esetleg egy akerítő fog kialakulni. Oleknak egy reménytelen tunkját láthattuk itt az előbb, viszont konnektor, elindul a konnektor és beindul a gépezet, darálják a CT-ket. És kiszorították mind a kettő CT-t megint CT kezdőre. Ezzel megint csak valami kevés esélyük van, hogy lehozzák ezt a kört a CT-k. Ja, Oleg közben hallja, hogy mellette lép Redin. Viszont még próbálja nézni ugye az exit frageket. Viszont hogyha ő most innen leugrik, akkor elárulja a pozícióját. Szinte meghal, viszont most már megölte Skredint, így futhat is el egyből. Ugye tüzön vizen át. És Makes is ez itt tartja, ez közben Makes valószínűleg kontaktolni fognak, hogyha Makes megpróbál mondjuk akár kiugrani onnan. És meg is ölte ez itt. Makes 10 HP-val gyakorlatilag lealázta ez itt ebbe az 1v1-be, amit láthattunk. Pedig mindenképpen Ezi volt előnyösebb pozícióban, és az a flash, amit Makes kiszórt oda, annak se volt gyakorlatilag semmilyen haszna Ezivel szemben. És most már és ha jól 4, látom, 9. jól látom, X-Dive fel fogja tolni a rámpát aktívan, gyorsan, és nincs előtte egy smoke se, és be tud menni, és le is lövi shiftit, és hallja, hogy Kai valahol ott van megint házba, és tudja is, hogy Kai házas, de már vissza is fog menni, már nem úgy házas, hanem hogy házvédő. Már úgy látszik, hogy futják a B-házat. Így van, el is indulnak a srácok B-re, kettő embert kilőttek B-ről. Közben Makes lelőtte Ezit, úgyhogy Kai marad all lerakón 1v5 szituációban. Próbál szerintem egy fegyvert lőni Makest, hátba is tudja lőni, és ezzel egy fegyvert ki is fog tudni talán menteni, hogyha csak nem indul a hajtóvadászat megint. 1v4, mert van most Kai. És úgy néz ki, hogy X-Dai már megy is körbe rámpára. A Skredin pedig már konnektorban Skredin ellépte, jön. És Skredin találkozni fog vele, és tudta jól Kyle, hogy erre ki kell néznie, mert nem lesz esélye máshogy lelőni, de... Belefordult már egy golyóba hátba neki. Közben. Hát eddig elég erős ezen a mapon a skip csapat a terrorban, úgyhogy úgy néz ki, hogy tényleg jó választás volt. Azért én kicsit több kört vártam ettől a fröcskölő csapatától, és szerintem ők is többet vártak maguktól, nem véletlenül választották ezt a CT oldalt. És én még mindig nagyon hiányolom tőlük ezeket a counter smoke-okat, úgymond, hogy ezeket a rásokat meg tudják akadályozni. És ahogy láthatjuk, hogy megint ott van a connector smoke, megint ott van a mozi smoke, és megint megy a rövidrás. Viszont most Ezinél Echo-ban az első frag shift is segít neki. Nem Echo-ban, bocsánat, kisfegyvere volt csak pénz az utolsó körben. És ezzel ez egy 2v5 szituáció egyébként. Alakult ki. És Kyle le is zárta a hátat, közepet. Shifty és Kai lőtték az utolsó két feget. 5-10 az állás, ami azért nem olyan nagyon kedvező a fröcskő csapatának, főleg, hogy most fognak még csak fordulni a csapatok, most fog a fröcskölő csapata menni T-be, és azért ez inkább egy CT map, és hogyha olyan jól fognak védeni a skip játékosai, ahogyan támadtak, akkor úgy gondolom, hogy nem sok esélye lesz ennek a fröcskölőnek most itt bármilyen comebackre. De azért még ne írjuk le őket, mert nem tudjuk, hogy őnek milyen taktikájuk van. Úgy néz ki, hogy egy decoyt bedobtak B felé, és menni fog egy házrás, ha jól látom. Így van, négyen elindulnak házba, Shifty pedig rámpáról fog menni. De ez nem egy rás lesz, hanem bedobták a decoyokat és walkolnak házba. De mindenképpen házból fognak kimenni, az szinte 1000%. Fizzül találkozott majd itt emberrel, ugye be is dobta azt a flash-t házba. Már egy füst is bement oda. Nagyon lassan egy. Így van, ez egy lassú házrás. Egy ember még ott van rám, Shifty.
kötél szakadnak. X-Dai nagyon jól érzi, hogy azt a heget azt fel kell húzni és oda kell majd dobni, hogyha indul a házrás, és annak nagyon nagy jelentősége lesz, ugyanis nagyon sokat tud sebezni vele, hát kettő ember tudott vele lesebezni, de abból de úgy néz ki, hogy Skredin és Fizzül oldalról azért jól alkotnak, azonban az X-Dai CT-kezdőről kilőtték, be is ment az orrás, és nagyon jó orrás volt, ugyanis már csak Makesz marad 1v3-ban CT-kezdőről próbál valamit alkotni. Gránát egyik oldalon sincsen, úgyhogy innentől már csak sima, tiszta kontakt lesz. És közben Makesz fején tudott lőni egy embert. Nagyon szépen fejből te ezít, és le is felezte közbe Kyle-t. Azonban DMB és Kyle mind a ketten tudják, hogy merre jár éppen, mert nagyon sokat trappol. De úgy néz ki, hogy nem tudják lelőni. Igen, viszont ugye van diffuse kitje, szóval még van esélye, viszont le is lőtte Kyle. Kicsit érdekes volt számomra, hogy inkább meghátráltak, mint hogy hárman egyszerre lepróbálják lőni. És, és itt látható volt, hogy 1v1-ben azért, mintha a Makesz tűnt volna fölényesebbnek, ugyanis ez itt lelőtte. És Kyle-t lefelezte. Egyébként jobb is, hogy nem futották le, mert azért Makesztől is láthatunk szép akciót. Jó, de 1v3-ban azért nem sok esélye lett volna, hogyha egyszerre ránéznek. Én úgy értettem, hogy nem lerohanni, hanem egyszerre ránézni. Mert hogy egyenként próbálták volna kipikelni, és azért itt most ezt láthattuk sajnos, hogy egyenként próbálták kiszedni, de nem sajnos, mert majdnem Makesz hozott egy nagyon szép kört. Van is tolták közben házat, és Ezi találkozhat itt akár két emberrel is, azonban X-Dai és Fizzül levárja ugye, és ki fognak walkolni lehetségesen hárman. Hárman is vannak ott, és Ezi megvárja őket, Ezi nem fog elfordulni. És Ezi már le is infoszt, hogy van ott még ember, bizony, hogy van ott még ember. Viszont Kyle miért nem tartott? Tehát ott a trap. Mert igazából Ezi mellett el is futott egy hallja? Ember. Ezi miért nem hallja, hogy alatta fut az ember? Ja, most Ezire lehetne rétenni. Azt a mindenségit. Szerintem Kyle ez meg is tette, ugye? Ez egy kicsit furcsa volt számomra, de úgy néz ki, hogy ettől függetlenül a terrorok dominálnak ebben a körben is. Ezi közben elszmokolja a házat, tudja jó, hogy van ott még egy ember, mert volt ott egy trap is. És Makesz próbál valamit még csinálni. De Makesz kettő emberrel találkozik egyszerre, és ez itt lenúrozza, de ez itt lelövi őt. És ezzel Fizzül marad 1v3-ban. Ja, 6 golyó van abban a CC-ben még. És igazából 1v3. És hát számítottak is rá, nem véletlenül volt ott az a ház smoke, ugye ott volt egyszer egy trap, amikor hárman voltak ott. Bár mondjuk kétlem, hogy Ezi hallott azt a trapot, hogyha azt se hallotta, hogy alatta ott elmentek mellette, igen. Ezzel hátba lövetve társát. Lehet, hogy mondjuk túl nagy hangzavar volt TSM vagy valami, és az simán belefér ilyenkor, hogy ilyen jellegűt nem hal meg. Közben DMB már fut miden, ahol két emberrel is találkozhat, és meg így is van neki az a első. Próbálnak egy ekót tolni középen felfele, és csak egy ember tudnak ölni, úgyhogy ez nem volt éppen sikeres. Most már Fizzül pozícióját is nagyjából tudják a srácok, Ezi tartja is a rámpát, hogy ne tudjon már hátba kerülni T-kezdőről. Oleg próbálott moziban alkotni valamit, és Shifty le is lövi Fizzült is, és Makeszt is. Ezzel 8-10 az állás, és úgy látom, hogy ezek a srácok terrorban jobban felkészültek erre a mapra, legalábbis amit eddig láthatunk. Viszont nézzük a Skip csapatának az első fegyveres CT körét, hogy hogyan tudják védeni ezt a mapot. Nézzük meg, hogy nem biztos, hogy ők ezt nem tudják megvédeni. És attól függetlenül, hogy most itt két ekókört még lehozott a fröcskő csapat, és lehozta az első terrorkört, az nem azt jelenti, hogy ők nem tudnak ezen a mapon védeni, úgyhogy legalábbis Oleg, nagyon Olegtól reméljük. Láthatunk mindjárt egy CT smoke-ot, és úgy néz ki, hogy ez egy rámparás lesz. Így van, mennek is egyszerre a smoke-ok, és úgy néz ki, hogy ezek a smoke-ok nagyon jó helyre fognak menni. Így van, elsmokolják Ferdét, elsmokolják CT-t, és elsmokolják közepet is, elsmokolnak, mindent elsmokolnak, és be tudnak menni, kirekesztették a CT-ket. Ez nem látja mögött az ember, de Kyle kisegítette. Ez majdnem meghalt. De már le is van a plant, Fizzül közbe válaszol. Nézzük, mi fog kikerekedni ebből a körből, ugyanis eddig a smoke-ok még mindig nagyon a helyükön vannak. Azonban az első smoke már Ferdő elment, és onnan már kapott is egy fejest Ezi. Fizzül és X-Dai lelőtték őt. Shiftynek egyébként elég jó pozíciója van ahhoz, hogy tudjon ölni egyet, de három... Igen, éppen most így van, akár így két van, ember és is megláthat. Is tud ölni. Így van, és nagyon szép volt ez a kör a terroroktól.
A mindenség itt, és itt ez az, amiről beszéltem neked, hogy itt ezekkel a smoke-okkal nagyon szépen ki lehet rekeszteni a CT-ket, ugyanis a smoke-okból kinézve még mindig előnytelen a pozíciók, és nem láttam sok counterflash megint csak a CT-ktől, hogy ne tudjanak azért mégse egy olyan könnyű dolguk a téknek. Sőt, azért eléggé sok gránátuk volt, nem is hegelték őket szét, pedig azért várható volt, hogy ezek után a smoke-ok után, amik rámpáról jöttek rámpa irányából, valószínűleg, hogy onnan fogják megpróbálni a rást a srácok, és mégsem hegelték meg, úgyhogy egy kicsit fura volt számomra ez megint csak. De ilyen apró kis momentumokon tudnak elmenni ezek a körök, ugye? És innentől újra partiban van az a csapat, akit én nem vártam ki most, nem vártam tőlük gyakorlatilag sokat, ahogy láttam a védelmüket. A mindenség, X-Dye, minden esélye meg volt, hogy lelője Oleket hátba. Ugyanis Oleg annak ellenére, hogy látta, nem nagyon tudta lelőni, de azért végül sikerült neki. És egy ember Fizzle személyében már le is van infózva, hogy rámpáról hátból próbál jönni, és Oleg közben kifogyott. Igen, ebben a játékban tölteni is kell, amikor van rá lehetőségünk. És közben Fizzle duplázott rámpáról. De közben Michael Jordan jön DMB személyében, és ledobja őt egy tökéletes gránáttal. 10-10 az állás, kérem szépen, ismét egy izgalmas meccsnek vagyunk szemtanúi, és azt látom, hogy a csapatok CT-ben szenvednek. Kérdezem én, hogy why, hogy lehet az, hogy egy CT mapon CT-ben szenvedünk, hát így kérem szépen. De úgy néz ki, hogy ezekkel a smoke-okkal nagyon szépen kirekesztik a területeket a srácok, és mindkét oldalról hiányolom CT-ből ezeket a kontragránátokat, ezeket a válaszokat, inkább meghátrálnak. És Oleknél van az első frag középen. Shift dobja a flash-t rövidre, ahol fel is futhat, viszont dobott egy failhaget, ugye? És Devon meg is ölte. És most úgy néz ki, hogy ott van három smoke a terroroknál, de nem használják azt megint csak. Majd valószínűleg egy időben elindított ráshoz fogják ezt használni, de közben Oleg meghal középen, és 4v3 van a CT-k javára. Igen, közben DMB lőheti hátba, Fizzle-t, aki nem is Kyle tudja, esetleg, hogy ő már fent van így házba. Van, DMB hátba lőtte Devot, és Fizzle-nek a pozíciója is el van árulva, és Kyle nyugodtan tolhatja a rámpát, ezzel megpróbálva hátba lőni Fizzle-t. És már jönnek is be a társai, ugye ára. Fizzle-nek volt két nagyon jó flash-e, de ez nem akadályozza meg Kyle-t abban, hogy lelője. És DMB segít házból kilőni Skredint, aki CT-n volt, és kívülre megy egy plant, és Makesz pedig hátba lövi Ezi. Úgyhogy ismét egy nagyon jó T-kört láthatunk a fröcskölöktől. És tényleg úgy néz ki most már kijelenthetjük, hogy ezek a csapatok terrorban készültek fel leginkább erre a mapra. Inferno, ugye ez kevésbé volt elmondható, és most úgy néz ki, hogy mivel átvette az előnyt a fröcskölő csapat a terrorban, így úgy néz ki, hogy ők dominálnak ezen a mérkőzésen is, és hajatrapokat Kyle, így van, viszont középen nagyon, nagyon szépen berásoltak a CT-k, és ezzel Kyle-t kisiktatták a játékból, és a bomba pedig B házban van Ezinél. És hogyha Ezi most megpróbál bemenni B-házba egyedül azzal a bombával, azzal esetleg egy hatalmas nagy hibát tud elkövetni, de közben rövidről már ment, Shifty, és Makesz kilövi őt. Úgyhogy Ezinek nincs sok golyó abba a CZ-be, de Ezi mit lő azzal a CZ-vel? A mindenség itt, két golyóból még lelőtte Makeszt is. Skredding kifutott ugye B-plantra, ahol két ember is de azt viszont valószínűleg halott Ezi, mert számít rá, és Fizzle-től kap Ezi egy hatalmas nagy fejest, és Oleg segít be neki. De úgy néz ki, hogy ez a CT-knek áll ez a kör, pedig ez egy ekokör volt a CT-knek, úgy néz ki, hogy nagyon is jól tették, hogy berásoltak rámpán, és ezzel egyből kiiktatva egy terrort a játékból 4v5-re redukálták itt a versenyzők számát terror oldalból. És most megint csak 11-11 az állás, és hogyha ezt a következő kört megint csak elbukja a fröcskő csapat, akkor ismét egy ekkora kényszerítik ezzel őket, és onnantól 13-11 lehet az állás a skip javára, ami mindenképp nekik kedvez, ugyanis azért itt az is számít ebben a játékban, hogy ki mennyire nyugodt, ki milyen kilátások elé állhat, vagy ki kilátások előtt van, és azért úgy néz ki, hogy ha ezt a kört most le tudná hozni a skip csapata, akkor mindenképpen ők dominálnak ismét ezen a mapon, ami a main mapjuk, és kíváncsian várom, hogy most mit fognak ott a srácok csinálni B-házban, ugyanis visszazárni középre legalábbis nem fognak tudni, ugyanis X-Dye feltolt a közepet közben. Már jöttek is, ugye a füstök B-re most dobták ki, ilyen négy füstöt dobtak. A mindenségét, minden füst úgy néz ki, hogy a helyére fog menni. Makesz találkozott itt több emberrel azonban is. Azonban kapnak egy counter füstöt, amit én már nagyon vártam, és ez megint csak annyit eredményezett, hogy tudtak lőni
négy embert, és 1v3 szituációban plantolhat Shifty, és Shifty nem hallja, hogy kiugrott a konyhából, így nem tudott rá felkészülni. Közben pauzra lesz szükség, Kyle kifagyott, Kyle és kifagyott. Pauzra lesz szükség. És látod, erről beszéltem megint csak, hogy egyetlen egy smoke-kal gyakorlatilag meg lehet fordítani a négy darab smoke-jukat, ami mindegyik tökéletesen jó helyre ment, ugyanis elsmokolták rövidet két helyen, elsmokolták konyhát, és elsmokolták leugrós, és egy darab smoke-ot bedobtak, és már is ők futottak ki a smoke-ból, és már is ők kapták az előnyösebb pozícióból a fejeseket és a hiteket. És ennyi kellett gyakorlatilag a skipnek ehhez a köréhez. Igen, ugye Makesznek nagyon jó volt a pozíciója, ott egyből a kijáratnál állt, csak sajnos kifogyott ugye a silenceres M4, a 20 golyó gyorsan elfogy, és két embert el is tudott lőni, azonban ugye miután nem volt golyó abban az M4-ben meghalt, és ki is tudtak ugrani viszont már rövidről, illetve konyhából jött a segítség abban a pillanatban, és egy gyors kört láthattunk. És most ugye Echo-ra szorul a fröcskölő csapat, két embernek van 5500 pénze, viszont még így se tudják rávenni. Sajnos. Ellenben a CT csapat full buy-ba van, ugye mindenhol gránátok, teljes kevlárok, illetve defuse kiteket láthatunk. És még így is van pénzük. Várunk Kyle-ra, egy Kay. Ki is fagyott. Van egy non-steam logonnal kifagyott, de már vissza is jött éppen. Közben olvasgatunk. Igen, láttam, hogy éppen megjegyezték, hogy valakit leházasoztam. De egyből javítottam is, hogy nem úgy házas az a házas. Hát azt én nem tudhatom, és arra nem is vagyok annyira kíváncsi, meg szerintem ti sem. Szerintem te se arra a házra gondoltál. Nem, én ezt javítottam is, hogy a ház védőre gondoltam. Természetesen ennyit nem tudunk a játékosokról, és annyira én nem is akarok ennyit tudni róluk, de nyilván úgy, ahogy értettem, úgy értettem. Mindenki értette, hogy értettem, csak azért egy kicsit viccesen jöhetett ki ez az úgymond szójáték. És úgy néz ki, hogy Kyle, nem Kyle, most valaki más fagyott ki. Most Shifty. Shifty fagyott ki. Disconnected. Ami ugye egyébként benne is van a szabályzatban, hogy 5 percnél tovább. De már Shifty nem disconnectálni nem lehet. Kivéve admin engedélyével. Viszont Kyle kifagyott, és ezzel nem mondta de lehet, magára hogy csak a egy restartot, egy game errort tolt, mondjuk Shifty, mert esetleg valami FPS dropja volt, az elképzelhető ebben a játékban sajnos elég gyakran. Ugye érdekes, hogy ezek a fejlesztők úgy javítják ezeket a mapokat, és úgy kivitelezik az újakat és ezeket a frissítéseket, hogy egyre kevesebb FPS-ük legyen a játékosoknak. Ugye én nekem is ezt onnan tudom, hogy az én gépem, amit tavaly előtt vettem, azon volt akkor 300 fix FPS gyakorlatilag, 4 smoke-ba sem ingadozott az FPS-e, most pedig már lemegy 100 alá is, úgyhogy nyilván ez a... És mivel én makacs vagyok, ezért a grafikát nem vagyok hajlandó lejjebb állítani, de sajnos ugye ezeket így kivitelezik, ezeket a frissítéseket, hogy az emberek minél többet költsenek ezekre a játékokra és a gépekre és a konfigjaikra. De közben elindul a mérkőzés újra, és úgy néz ki, hogy... Füst. Így van, én és közben. Úgy néz ki, hogy megint csak egy ilyen rámparáns fogunk látni, Ezinek a kezében már ott van a smoke, amit Ferdére fog pattintani. És Kyle elindul közben házban egy tech 9-en, mindent átvizsgál. Vagyis hát inkább köröz az oszlop körül, szerintem ez ilyen oszloptánc, vagy lehet ilyesmi tánc. Már jött is a tűz egyébként rámpára, és Fizzle találkozhat több emberrel is. De így van, és visszavonult bala alá. Kyle nagyon jól észrevette, hogy Devo ott van mögötte. Én közben azonban X-Zai próbál Fizzle lőni. Nem tudják lelőni, lerakón. Fizzle-t, hogyha le tudták volna volt. Lerakon, akkor az egy plant lett volna, és még akár kör is lehetett volna. És X-Dai írja is, hogy nagyon rossz az FPS drop. És kérdezi, hogy nekik is van-e, és ugye én pont ezt mondtam, hogy Shifty-nek valószínűleg. És Kyle írja, hogy 300-ról 400. Hát, óha.
Közben egyébként ismét miden vannak a majdnem vicces játékosok. volt szerintem. De csak majdnem, majdnem úgy, mint Ez a tegnapi szóviccek. X főleg nem volt szerintem vicces ez a... Ez a segítő komment, mint válasz. X-Dai dobott egy failhaget, lehetséges, hogy az FPS dropja miatt, viszont már futhatnak fel rámpára, ugye Oleg Azonban X-Dai-nak most elfordul. Ott vannak a gránátjai, és le is nem tudja lelőni Oleket. Azonban Devo belelő egyet a smoke-ba és fejbe lövi Shifted. Már is 5v3, ugye low HP-n vannak, ez a kivételével. Azonban DMB tudja már, bombát. Hogy hol van Devo, azt már tudja DMB, ugyanis már elépte többször is. Shifty hátba fogja lőni Skredint, és már csak DMB-nek kell hátba lőni a Devo-t, és Makesz egyedül maradt CT-kezdő. De DMB nem lövi hátba Devo-t, Devo kipikkeli őt szó szerint. Kimozdított a Kite-t hát közben. Mit művelt Makesz? Shifty, ezt miért kellett ezt a 30 golyót kitunkolni oda? Ezen gyakorlatilag el fog menni lehet a kör, ugyanis 2v2 lett 5v2-ből, és mind a kettő ember pozícióját tudja Makesz, és nem engedi el a bombát, és Ezi lehozza ezt a kör. Igen, ugye nem volt túl sok esélye most már, főleg, hogy vagy kinéz, vagy lelövi. Hogyha még le is lőtte volna, talán akkor se lett volna elegendő ideje a Defuse-hoz. És kezdi visszahozni magát a fröcskölők csapata. De ismét egy főleg, ilyen... hogy ismét egy Echo kör fog következni a CT-től, és megint meg fogják szerintem próbálni ezt a rámpa hitolást. És közben Kyle találkoztat több emberrel is, és fizül. És ismét Kyle hal meg. Ismét ettől a rámpatolásra, és Fizzle már kettőt lő a CZ-jével. Fizzle-nek az a CZ, úgy látszik nagyon megy közben, Oleg megölte X-Dai-t ablakba. Igen, aki egy nagyon fontos pozícióban volt, ugyanis hogyha ott ablakból tudott volna még egyet ölni, akkor már is 2v4 szituáció lett volna. Így azonban 3v3, és Makesz egyedül van B-n, és B-re megy a bomba. Makesz itt nagyon bajba lehet, hogy de a Makesz három fegyveres ellen. De Makesz már infózza is, hogy Fizzle kisegítette a srácok jönnek, de Fizzle segít neki. És itt nagyon fontos volt, hogy Oleg 2-t tudjon ölni, ugyanis megint egy 2v1 szituáció van, azonban a bombát Fizzle tudja nézni, de Oleg Prefire-ből fejbe lövi őt, mert már tudta, hogy hol van. Nagyon szép volt megint csak, ahogy visszahozták ezt a 4v5-öt, még hogyha echozott is a CT csapat. De úgy néz ki, hogy ez a Kyle-nak ez a mit fogás nem megy ez a letartás, és megint ugyanabban a pozícióban volt, megint ugyanúgy hárman rásoltak rámpán, és megint lelőtték egyből, úgyhogy nem tudod gyakorlatilag ölni. Nem is azzal volt igazából a probléma, hanem instant kapják a fejeseket ugye, és így azért nehéz megfogni valamit, valljuk be, hogy még ki sem néztel, de már arcon lőttek. Hát azért ez nem teljesen így van, mert azért ennél a kontaktnál mind a kettőnél, hogyha a rámpát nézzük, és hogyha a rámpát tartót nézzük, akkor aki tartja a rámpát, az van előnyösebb pozícióban, úgyhogy ő neki ezt gyakorlatilag meg kéne tudnia fogni, nem véletlenül fogja abból a poziból, mint a nagyok. Pont közben már DMB feljött ugye konnektorba. Mögöttel van az ember. És Devo nem tudott hátba lőni három embert, így csak egyet tudott lelőni. Na, Skreddy mit fog tudni csinálni CT-ről? 2v2 szituáció van, és... Nagyon kevés HP-juk van. És nagyon kevés HP-juk van, gyakorlatilag 31 HP-juk van, de... És közben ki is segelt a DMB-t. Van mindenségét, azonban most már tudja azt Skreddy, hogy hol van Oleg. Vagyis pontosabban... Nincs defuse kit. De tudja. Nincs def kitje. Oleknak ki kell néznie, és meg fog halni, miért ugrott Olek? Na nincs meg, jaj, de megvan, nincs ugye meg ott a van a defuse kit. Nincs meg. Igen, nincs meg a bomba meg. Sajnos. Egy kicsit késő eszmélt fel Skreddin, hogy ott van egy defuse kit, talán késő jött neki az információ. Úgyhogy 14-13 a skip csapatának, és hogyha ezt a kört lehozzák, ami ismét egy echo kör lesz, akkor matchpointhoz tudnak jutni. Így van. De úgy látom egyébként, hogy X-Dai Forcebite alkalmazott, és a többiek nem, úgyhogy talán itt egy kis kommunikációs hibának lehetünk szemtanúi. Lássuk, mit fognak csinálni most. Szerintem, ahogy nézem, ketten is felállnak rámpára, sőt, hárman is ott vannak rámpa környékén. Próbálják megakadályozni ezt a háromszor egy, vagy ezt a kétszer egymás után kipikelt közepes támadást. És már jönnek is a füstök ára, és X-Dai bajba lehet menni, fegyveresek ellen. Menni fog az árás, és X-Dai kettőt is öl azzal a 5-7-nel. A Shifty most már ki fog ugrani. És 4v3-ban, 4v3-ban, és van CZ, és mindenkinél 5-7 van, ami annyit jelent, hogy akár ez a kör meg is lehet, 3v3 szituáció van.
Le fog kerülni a bomba. A bombát Ugye még mosogja Makett le, Devo lépcsőn van. CT kezdőről zár. Skredin téren pározár, és Skredin nem tudta lelőni DMB, DMB-t. Most találkozok Makesszel. És Igen, meg is öltem. Matchpointhoz érkeztünk ismét, mégpedig a Skipnek a mély mapján, ahol a Skip 10 terrorkört támadott be. És úgy néz ki, hogy a Fröcskölő is nagyon jól támad ezen a mapon. Úgy néz ki, hogy ezen a mapon a védelem egy kicsit szakadozik mindkét csapatnál, sőt, nagyon szakadozik, ugyanis mindkét csapatnak ez a gyengéje ezen a mapon. Szerintem mindenképp az biztos, akárki nyeri ezt a mapot, ezután az összecsapás után feltehetően meg fogják nézni ezt a CT védelmet, hogy mit rontottak el és hogy rontották el. Mert szerintem egy csapatnál ez tarthatatlan, hogy egy CT mapon gyakorlatilag nem tudnak bevédeni ennyi, hát F5-nél több kört, úgyhogy azért az elég gáz. Van. Hát gyakorlatilag a Skip csapata három kört védett eddig be CT-ben. Ugye bén vannak három ember, akik szerintem oda füstöt fognak dobni, legalábbis meg fogják próbálni azt a dolgot, és letartanak ugye shifty hátba, viszonylag fölöslegesen, és igen, shifty már spotolja is a füstöt. És Fizzle aktívan kinézeget midre, ami egyébként egy VP-s ellen hatalmas nagy hiba is lehetne akár. És már megint mennek arra a smoke-ok, azonban igen, most és át is nincsen zártak arra. Elsmokolva, nincsen elsmokolva konnektor, és Devo lövi az első freget, Devo dupláz rámpán, és el fog menni egy házrás, 1v3-ba vannak B ellen, de már zárnak is át a srácok, most már 2v. Hoppá, 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 Makesznek nagyon kellett az a frag, és Devo kiugrik, és Devo hátba lövi Oleket, és ezzel meg lehet a kör nekik, ugyanis shifty pozícióját is tudják már, és shiftyt is lelövik. Itt 15-14 az állás, és akár overtime-ig is mehet ez a mérkőzés. Ugyanis most nincsen pénze a Fröcskő csapatának. Túl sok kört buktak el, úgy néz ki, hogy túl sok fegyvert veszítettek, és ez most bosszulhatja meg magát. Ugyanis most három smoke-kal kell nekik rásolniuk, és... Na, a Shift is közben bevásárolt, azt hiszem Shift nem is fog vásárolni. Igen, ugye az előző körben az is lehetett a probléma, hogy ketten is befutottak árterelni, és ezzel ugye két ember instant meghalt a T csapatból, és 3v5-be kellett folytatniuk. És úgy néz ki, hogy megint egy rámpával fognak próbálkozni, annak ellenére, hogy ez előbb ugye pont az előző körben nem jött be. Közben itt egy TK-t láthattam én itt középen, Devo és Fizzle talán, akik TK-zták egymást. És megy a rámpa, és mennek a smoke-ok. Csak hogy azok a smoke-ok, megint egy darab smoke-ot hiányolok. Egy darab smoke-ot, amit... Pont azt a spotot, amit Fizzle tart, és kettőt is jön onnan Fizzle, és Skredin is bedupláz, és ez annyit jelent, hogy Oleg marad egyedül, konnektorból, akit valószínűleg hátba fognak mindjárt lőni. És ezzel el fogunk... Nem, Devo nem mer ránézni. Devo csak simán tartja, hogy ne tudjon visszamenni. De overtime-hoz érkeztünk, ugyanis 15-15-tel fordultak a csapatok. Hát azt hozzá kell tenni, hogy egyébként Skreddinnek volt fél HP-je, X-Dai és Devo összesen volt 27 HP-jük, míg Makesz full HP van. Szóval azért ez a kör sem sokon múlt. És el is érkeztünk az overtime részéhez a meccsnek. És ez egy nagyon izgalmas mérkőzésnek tűnik, mivel azért nem tudom, az ez a Mossy Smoke is... úgy néz ki, hogy ezt nem tanulták be a srácok, mármint hogy a fröcskölő csapata nem tanulta be, ugyanis ez a Mossy Smoke ezzel nagyon sokat tudtak volna segíteni. A terror rásokon, ugyanis most kétszer is láthattuk egymás után, hogy ment a smoke ferdére, ment a smoke CT-re, és nem ment viszont mozi elé, és ezért a mozi az simán tudott úgy zárni, hogy mindenkit látott. Igen, pedig hogyha oda ment volna még egy smoke, akkor csak egy flash-sel meg lehetett volna nézni, hogy ki maradt azon a füstök által kirekesztett területen, és ki az, akik még le tudnak ott lőni, ráadásul, hogyha oda dobtak volna egy flash-t, akkor egy vak embert lelőni. És onnantól megint csak nyitott lett volna a tér a lerakó felé, ugyanis már a CT-t kirekesztették, megölték azt, aki ott rekedt a füstök közt, ha ott rekedt, ha nem ment mondjuk bele a füstbe, vagy nem hátrált meg, de akkor is ott lett volna az az egyetlen terület, amit még nem védtek le a lerakó, és mindenki arra tudott volna összpontosítani, és mégsem történt ez meg. És ez most másodszorra bosszulja meg magát, ugyanis kettő kört buktak most, és kettő nagyon fontos kört buktak most ezen a fröcskölős játékosok. Ugye, mint mondtad, a Fizzle-nél ugye az Zán nem volt nagyon elfüstölve ez a konnektor, illetve jungle rész, most bekarikáztam itt a nézőknek, és innen szinte rámpára egyenesen ki tudott nézni, és ezzel két embert minimum megölve. Ugye... Arról nem beszélve, hogy gránátokat is simán tudta dobni nekik, a counter flash-ek simán mentek, és így nem volt olyan könnyű dolguk már kapásból bemenni a terroristáknak,
és félig vakon, félig lesebezve a gránátoktól, kirekesztetlen terület nélkül gyakorlatilag simán előnyösebb poziba voltak a CT-k, és így le is tudták őket lőni, mert aki futott volna arra, azt lelőtte, aki ott maradt, ott rekedt a füstök közt, aki a füstök közt itt lőtte volna, azt pedig lelőtte jungle, úgyhogy nagyon-nagyon hiányzott megint csak az a smoke. Viszont azt nézem egyébként, vagyis azt néztem, hogy Terrorba a skip csapatánál megvolt ez a smoke is, és talán ezért is tudtak ennyi kört ők is sikerre vinni, mert ez a három kritikus smoke erre az arrásra, ez gyakorlatilag elengedhetetlen. Igen, viszont embercsere történt egyébként a fröcskörük csapatába. Plazma érkezett, aki engem váltott annó. Ugye, jó barátok, tudod. Ki helyett érkezett Plazma? DMB helyett. DMB helyett. A sikit látom, hogy én ebben nem vagyok biztos, hogy így jó. Nem, Plazma egyébként egy nagyon ügyes játékos, és nagyon jó aimmal rendelkező játékos. És most nem megint, arra, csak, hogy Plazma... megint csak ott tartunk, hogy overtime és mindenkinek full setjei vannak. Úgyhogy most ez egy kritikus kör lehet, hogyha ezt a kört esetleg Plazmát közben ott X-Dye lehegeli középen. Hogyha ezt a kört esetleg a terrorok lehúznák, akkor behúznák, ismét náluk lenne az előny, és ez megint egy olyan demoralizáló előny lenne, hogy a srácok felálltak, és megint kaptak egy olyan kört, ami egy nagy érvágás lehet nekik. De Fizzle nyitja a fregek sorozatát, és Devónak nagyon jó pozíja van a konnektor megfogására, és futnak fel rámpán a srácok, de kapnak egy molotovot, amit nagyon-nagyon jól kikerült Oleg, viszont Skreddin lő egyet, és Devo is besegít neki oldalról, és Shifty is meghal, Plazma marad 1v3-ban, kérem szépen, és megint nem volt ott a smoke, ugyanis csak egy smoke-ot látunk ott, ami a Ferdefalon egy kicsit túlment. Azonban így ezzel tiszta a helyzetből lőhetett az, aki Ferdefalt nézte, ugyanis egy ház smoke-kal kizárták a házrás lehetőségét terror szemszögből. Úgy néz ki, hogy ezek a srácok... Nagyon-nagyon jól tudják fogni is most már ezt a fröcskölyök csapatát ezen a mapon, ugyanis most úgy néz ki, Ginorba hozzák a fontosabbnál fontosabb köröket, és 15-13-nál két matchpointot is elbukott a fröcskölyök csapata, és ott egy hullát kezdett el lőni Fizzle, még pedig nem a társának hullája, hülyeséget beszélt, egy terror hullát akartott lőni. És közben már Oleket dobják fel, aki... Így van, feldobják moziba, aki X-Dye le is readelt, nagyon szépen. Leridelt, és ez azt jelenti, hogy ugye van ott még egy ember, akire Skreddin gyakorlatilag tart is. És úgy néz ki, hogy most mutatja ki ez a mapa fog a fehérjét, hogy milyen apró kis momentumokon tud elmenni egy kör, egy smoke-on, egy flash-en, egy Éven, esetleges ugye rossz záráson, és... Nézzük, Plazma mit fog tudni ott csinálni moziba. Elvileg Plazma, hogyha ott benézne, akkor találkozna a X-Dye-jal is, és most nem lőtt bele a smoke-ba, pedig eddig lőtte a smoke-ot minden. Igen, ugye egyébként. De még X-Dye, még hogyha tartotta volna tovább egy kicsit Plazma ezt a pozit, akkor X-Dye valószínűleg benézett volna oda is. De most azonban... ketten tartanak B-re, úgyhogy ha X-Dye le tudná Devot lőni, aki jungle tartja, akkor akár be is tudna menni arra, de most ő úgy néz ki, hogy a rossz választás mellett döntött, de nem próbálja meg a Plazma, kiment az AWP-t. Így van, és egyébként most látszik meg igazán az, hogy ugye ez elméletileg egy CT map, és lehet, hogy eddig az lehetett a probléma, hogy nem ismert egymást a kettő csapat, és nem tudtak nagyon ezzel mit kezdeni, de viszont most már, hogy eltelt azért ugye, most már 32 kör, így már jobban érezhetik, hogy hol fognak futni, és hogy mit rontottak el eddig. És ezeket kihasználva, ugye tudják hozni most már viszonylag szépen ezeket a dolgokat. És igen, és megint úgy néz ki, hogy egy középrást akartak menni, de a srácok nagyon jól molotovokkal elhárították ezt a rásot, és ennek a rásnak a lehetőséget, és X-Dye lő egyet Falon Kai személyében, aki azt hiszem házból próbált talán menni, és Shiftit is már meglátták rámpán, úgyhogy ebből a körből már valószínűleg nem lesz rámparás. De Shifty, hova megy ez a smoke? Nézzük Shifty. Úgy néz ki, hogy ez a smoke megint csak ferde falra megy, azonban már 4 CT-vel fogják szembe találni magukat, hogyha itt megpróbálnak berásolni, főleg úgy, hogy el van smoke-olva T-rámpa, és ezt Skreddin nézi, de Skreddin meghal, azonban lerakóról Fizzle javít.
És úgy néz ki, hogy a házból, és megint nincsen elszmokolva jungle, és megint ott van X-Dai, és megint le tudja lőni X-Dai a házast, és megint le tudja lőni X-Dai a konnektort, és így megint megvan egy kör, megint egy nagyon fontos kör van meg a skip csapatának. Pedig úgy nézett megint ki, hogy megint be tudnak menni, főleg így, hogy Skreddint le tudták egyből lőni, és mégsem tudtak bemenni. Megint hiányzott egy darab smoke, én szerintem. A Pizmolnál van egy Zeus. És X-Dine-nál ott az entry, ez itt lelövi középen, és már le is infózta, hogy még egy ember ott van bizony középen. Kyle ott ragadt, hát most már vissza tud menni, mert X-Dine most már nem tartja közepet. Az ma most dobtál a bombát, hogy a B házba, és Makesszel találkozhat, csak el van füstölve, és Shifty már kijött undergroundból, és ugye röviden várja a kifutót. Ez mondjuk egy kicsit nem annyira jó, amit most X-Dine csinált az előbb Devóval, mert hogy Devó nézte házat a jungleből M4-jel, és X-Dai próbál rámpára píkelni AWP-vel Ferdafarról, ami még megbosszulhatja akár magát, ugyanis nem, mert nem fogja megbosszulni magát, mert Oleg bár próbál előre osonni, és meg is fogja ölni, hogyha felnéz, meg is fogja ölni X-Dai-t, és mindjárt meg tudja ölni Devót is. Nem fogja megölni. Devó lerideli, hogy próbálnak egy V-kerítőt menni. Főleg így, hogy most el fog indulni egy házrás, és 4v2 van, és van egy AWP plazma kezében, amivel gyakorlatilag ezzel a rással nem, ebben a rásban nem nagyon fog tudni beleszólni. Ha csak nem fog kinézni neki, nem fog kinézni neki senki onnan a moziból. Nagyon jól tudják, hogy plazma kezében AWP van. És így megvan a negyedik köre zsinórban az overtime-nak, és jön az overtime első oldalának az utolsó köre, amit úgy gondolom, hogyha a skipbe húz, akkor a támadó köreikből, amit az első oldalon produkáltak, az a 10 kör, abból kiindulva talán egy kört sikerül nekik behúzni azért, hogy ez a map meglegyen és mehessenek a harmadik mapra, ahol ismételten 50-50%, ugyanis az egy közben megy a középrás, és fel tudnak menni, de nem tudnak felmenni. A Devon megölt egyébként Fizzled, és ezzel akár elveszthette a kört, úgymond a csapatának. De hogy ott egy TK volt, én azt nem is néztem közben. Nagyon jó pozícióban volt egyébként. Két embert is oldalba tudott. Úgy néz ki, hogy ez egy nagyon fontos köre lehet most a terroroknak, hogy ezt le tudnák hozni, de két full HP CT-vel állnak szemben, és most nagyon jól kirekesztették ezt a jungle-t, és Shifty tudta jó, hogy egy embernek CT-ről kell jönnie, ugyanis ketten, hogyha jungle felül jönnek, az gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne, ugyanis hárman tudnának egy pozit nézni. És már el is árult az utolsó ember a poziát X-Dai személyében, így egy kört sikerült produkálni a terrorban az overtime első felében a föcskölő csapatának. Hát kíváncsian várom, hogy most CT-ben meg tudják-e ugyanúgy fogni őket, és esetleg meg tudnak több kört fogni, vagy hogyha a skip megint olyan jó támadó köröket tud kivitelezni, akkor szerintem ez az egy kör, én úgy gondolom, hogy kevés lesz. Ráadásul most nincsen fegyvere, vagy nincsen pisztolykör. Egyből fegyvere kezdenek a csapatok, úgyhogy egyből full setekkel tudnak támadni a terrorok, és azért ez megint csak egy fegyvertény náluk, szerintem. Abból indulunk ki, hogy 10 kör tudtak eddig az első oldalon hozni terrorban. Igen, és közben, éppen ki tudod fogni miden? Így van, és közben plazmát ott gyakorlatilag kizárják a játékból, moziba is kapott is egy molotovot, amivel CT kezdőre kényszerítették. Azonban Kai-pozia még mindig jó, Kai-pozia még mindig jó, és Kai 2-t is lő abból a poziból, és 3-at is lő abból a poziból. A mindenség itt, mit hozott ez a Kai fiú? Ez maradt 1v3-ba, egyet meg is tudott ölni. Igen, azonban ezzel tudják, hogy Makes jungle-ben van, és plazma már le is zárja annak a lehetőségét, hogy ő visszamenjen oda. Azonban, és Ezi le is tudja infózni, hogy akár el is mehet B-re Kyle, és plazma már le is megy patkányba, és megpróbálja bekeríteni házból. Közben lerakhatja akár a bombát ára, viszont már jön. Közben Makes nem szarozik, és elmegy arra, így van. Na most nézzük ez itt, hogy hátba fogja tudni lőni, és megvan az első kör a fröcskőnek, ami megint csak egy nagyon fontos kör volt számukra. Szerintem ezt a kört odaadhatjuk nyugodtan Kyle-nak, ugyanis ezzel a triplával ott, amit konnektorban művelt, azért azzal elég szépen visszahozta ezt az 5v4-et. Nagyon szépen ugye ellőtt három embert konnektorba, és már most úgy néz ki, hogy most ez a kör a terroroknak, ami eddig bejött, ez az a kerítő kör, ez most nem jött be, ugyanis Oleg nyit megint egy duplával, és megint próbálnak menni egy orrást a srácok, és megint nem sikerül nekik az orrás, pedig most nem kerítőt mennek.
A remény ott van, azonban a smoke-ok nincsenek ott a helyükön, és az annyit jelent, hogy Fizzle 1v3-ban is marad. Próbálnak egymásnak flashelni, ehelyett egymást leflashelték, és pontosabban ezi plazmát. De ez nem befolyásolja a kör kimeneteit, ugyanis 18-19 az állás, és az overtime második felét eddig 2-0-ra hozza a Fröcskölő, ami egy kicsit meglepő, ugyanis 5 kör tudtak hozni összesen CT-ben az első oldalon. Úgyhogy... ez a kör még nincsen meg egyébként a Skip csapatának, esetlegesen megelőlegezem, hogyha ezt a kört most lehozza a Fröcskölő ismét, attól függetlenül még a terrorok még tudnak egy vásárlós kört kivitelezni, ami azért nagyon fontos, hogyha azt a kört elbukják, akkor vannak igazán bajban, ugyanis akkor az utolsó körre fognak úgy menni, hogy gyakorlatilag ekóban, vagy hogy mondjam, nem is ekóban, de biztosan nem full setekkel, biztosan nem sok gránáttal, és nyilván ezzel leviszik az esélyeiket arra, hogy esetleg még egy overtime-ra kerülhessen sor. Igen, és most már de ahhoz még a Fröcskölő csapatának 2 CT kört kéne lehoznia, és ez egyébként egy kiváló pozícióból tartja házad B-n. Kyle ismét ugyanazon a pozíción van, ferde falon, ahol 3-at lőtt az előbb, és úgy néz ki, hogy megint elárulják magukat a terrorok ezekkel a grátokkal, és plazma lelőtt egyet falon, akit próbáltak felrakni moziba, Skredin, és közben Fizzle kinézett házból, és Kyle már le is nullozta őt, le is felezte őt, még csak nem nullozta. És viszont X-Dye lelövi ferde falon Kyle-t, és plazma javít. És plazma dupláz, úgy néz ki, hogy ez a plazma DMB csere talán még babért is teremhet ennek a csapatnak, azonban Devo egy gyönyörű szép fejessel elküldi melegebb éghajlatra ez itt, aki konnektorból próbált zárni, és már Fizzle maradt 0 HP-val 1v2-ben, és ez a kör is megvan. És plazma közben leisszelt egyébként. Még egyszer? Plazma egyébként közben leisszelt, és nagyon szép akciókat láthattunk tőle közben, mivel szinte elé futottak. Szóval 19-19 az állás. Közben jön plazmától egy kis arcolás, hogy re, mi volt, WC-n voltam, sorry. Ez egy kicsit lehet, hogy erre lehet, hogy pont nincsen szüksége itt a terroroknak. Ez nem biztos egyébként, hogy ez a jellegű beszolgatás, ez demoralizáló lehet, mert szerintem ez inkább vicces, és ha mondhatom úgy, ez egy kicsit szánalmasnak tűnik az én szemszögemből, de szerencsére nem kezdődött semmiféle veszekedés, csak annyit mondtak a srácok, hogy say team, ami egyébként egy teljesen korrekt válasz volt erre a felesleges beszólásra. Úgy néz ki, hogy a CC plazma, hogy lanon vannak és ott be lehet szólogatni, de pedig itt nem lehet beszólogatni. Igen, ezt mivel pont levonás járért egyébként a szabályzatban benne van. És ebben az esetben nagyon sokat jelenthet, ugye? Na és akkor itt jön az a kritikus fontossággal bíró kör, amiről beszéltem, és Olek meg fog halni lerakón, és Devo, az a baj, megint nincsen jungle smoke, és megint ott vannak jungle környékén ketten is a CT-k, és plazma már meg is látta Devo-t, de közben elindult egy bérás, közben elindult a B-ház. Lehet nagyon bajba, de nem tudják, hogy ez van, azért mert nem lépte el. Ezi 1v3-ban van a B-sek ellen. Azonban ez illető, de nem tudja lelőni a bombást, ez ide miért nem lőtte le a bombást? És ott van a skip köre, és ott van a skipnek az az egyetlen köre, amire nekik most szükségük volt. Ugyanis kétlem, hogy 1v4 szituációban Kyle ezt egyáltalán megpróbálja, vagy ha meg is próbálja lehozni, hogy ez neki sikerülhet. A mindenség itt milyen támadókört, milyen forgatást kivitelezett ez a csapat. Így van, és úgy látszik, az utolsó körön fog múlni ismét, és hogy overtime lesz, vagy nem. És úgy néz ki, hogy most matchpoint van a skipnél, hogyha ismét egy ilyen kívánó támadókört tudnának kivitelezni, akkor ismételten sor kerülhet egy következő mapra, ami dönthet a két csapat közt. És ismét térámpa fele mozog a bomba. Azonban, hogyha ezt a kört most a Fröcskölő csapata hozná le, akkor viszont még egy overtime-ra ad nekünk okot. Úgyhogy onnantól újra nyitottak az esélyek megint csak ennek a mapnak az eldöntését illetően. És úgy látom, hogy most... Úgy néz ki, hogy a srácok afele fognak orientálódni, ugyanis felállnak. Télámpán fel fognak állni smoke-okra hamarosan feltehetően.
és megint egy órás fognak kivitelezni, és eddig úgy néz ki, hogy én mindegyik csapattól most a jungle smoke-okat hiányolom, de az teljes mértékben, és úgy néz ki, hogy mennek a smoke-ok, és most ott van a jungle smoke. Igen, most egyébként megfogyott a Mikit, és közben Oleg lőheti oldalba Devót, igen, ezt meg is tette. Viszont most már jön házból is egy ember, illetve Skredin próbál befutni ugye B-re, azonban ott van Plazma az AWP-vel. Igen, most próbálnak még egy eljátszani, az előző kört próbálják eljátszani, hogy menni fog a B-rás, és nem fog menni a B-rás. Igen, és AT zártak most már hárman is. És AT zártak hárman is, ezzel nem tudták megetetni őket, ugyanis Oleg ott van a CT-n, de őt lelővik. És 2v3 szituáció van. Igen, és kizónázták a CT-ket az és állerakóról. És én kifagyott a szerver. Nálam tökéletesen működik, és egyébként megállt a játék, Kyle megölt az utolsó embert is. És már megy is a defuse, ezzel 20-20 ismét. De pedig connect-el vissza. Na akkor én próbálok reconnect-elni. Ugye, yeah, még egy overtime áll előttünk, illetve akár több is lehet. Igen, viszont sértegetés az elméletileg -2 pont, és hogyha nagyon szigorúan vesztük a szabályokat, akkor ezzel talán meg is nyerhették volna a skip játékosai ezt a mérkőzést, azonban ez szerintem nem számított akkor a sértegetésnek. Mivel azért csak nem az enemy csapatot sértette meg, hanem kicsit cinizmusnak mondható dolog volt. Igen, egy kicsit megpróbált arcolni, hogy WC-n volt, mi történik, közben lőtt egy észt, ugye. Ha esetleg a kedves nézők nem látták volna, de... Közben X-Eye beugrott már ablakba. Ettől függetlenül én feleslegesnek tartom ezt, hogyha ez nem is számít sértegetésnek, akkor is. Így van. Meg lehetett volna ezt oldani sokkal demokratikusabban is. Mondjuk úgy, hogy nem ír be semmit, közben Oleg megölte Makest. És Oleg még mindig pala alatt van, ezzel védve a lerakót. És most megvolt az első köre a fröcskölőknek. Ismét CT-be kezdtek. És most nem sikerült megszereznie a skipnek az első kört. Közben megpróbált visszajoinolni, mert most van helyre jött itt a rendszer nálam. Újra be tudok csatlakozni a játékba. Már hárman mozognak el B fele, illetve Mokesz hozza a bombát most már palaszba, és ugye futják is a B házat, lehetséges, hogy ez egy hármas terelés lesz. Közben Ezilárd bajban nem megölte Skradint, közben X-Dye meghalt, és Devon most már futhat be ára, azonban sejti ezért, hogy ez így lesz, viszont már megy le a plant án. És hárman zárhat most már át a CT csapat. Devo ugye feljött házba, és Makes low HP-val visszaszorult a rámpára, viszont sejtik, hogy itt van. Jött is rá egy hag. Közben Kali visszajött a szerverre. Itt van, visszatértem. Már megy is a defuse. Viszont Makes lelövi az első embert. Így van, de ezt ilyen kevés HP-val, ezt a bombát nem lehetett úgy néz ki bevédeni. Viszont nem múlott ezzel sok. 2-0 a második overtime első felében a Fröcskő csapatának CT-ben Mirázson. De még mindig 10 000 fölött van mindegyiküknek a pénze, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt most már végig fogja tudni venni a skip csapata. Hogyha esetleg, ha még ahhoz, hogy végig tudják venni a maradék három körben, még egyetlen egy plantra lesz szükségük, ha jól számolom. És úgy néz ki, hogy menni fog egy békerítő, talán ugyanis ketten mennek házba, ketten mennek középen, és középen Skredin lelővi plazmát moziba. És Oleg ismét pala alatt áll, az előbb el tudott lőni két embert is. Azonban Kyle közben moziba benéz, és megint meghal. És Devo lelővi, és úgy néz ki, hogy ezek a srácok most el fognak menni, nem fognak elmenni B-re, csak terelnek B-re. Skredin megpróbál beugrani moziba, azonban ez hátba fog őt lőni. Nem, ez így miért nem lövi hátra? Nem sikerült sajnos beugrani a Devónak. És közben úgy néz ki, hogy ez pont elnézett arról a pozícióról, viszont 3v2 szituáció van, azonban a bomba ott van a CT-knél. Igen, Devó még mindig lent van középen, meg fog próbálni felmenni konnektorba. Vagyis... nyilván számítanak arra, hogy Ezi ott van létraszobában, arra biztosan számítanak.
És itt van a bomba egyébként röviden, ami nagy probléma lehet, ugye? Devo most megpróbálja Igen, felvenni, azonban és itt sikerül is ez egy neki. nagyon fontos volt, hogy Devo le tudja lőni Shifty-t, azonban Ezi elárulja ezzel a pozícióját. X-Zai meg fog próbálni ugye beugrani, és sikerült is neki, és ez itt lőheti most ezzel a hátba. Így van. Így És van, meg és is ezzel szerezte az első körét. Az overtime második. Vagyis a második overtime első oldalán a fröcskülő javára, akik CT-ben vannak Mirázson, és úgy gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos kör volt a Skipnek, hogy tényleg partiba érezzék magukat, és esetlegesen még egy kör kéne nekik szerintem téve ahhoz, hogy ezt a CT-be akár le is tudják hozni. Abból kiindulva, amit az előzőekben láthattunk itt ezen a mérkőzésen. És úgy néz ki, hogy most próbálnak menni egy A kört, nem fognak menni egy A kört. Most teljesen szét vannak szorodva a mapon, próbálnak píkelni mindenhonnan és majd annak függvényében, hogy hogyan alakul ez. És így, és Olekot nem tudja lelőni Fizzl. Igen, Makás Ez sajnos egy elmozdult, hatalmas pedig nagy hiba láthatta volt. volna egy m***t. És jött most egy flash, és Devo Ez egy megpróbál majd hatalmas hiba beugrani. volt, és közben Kyle már le is tudta infózni, hogy röviden már bizony benn van egy ember Devo személyben, és Devo már néz is létreszobát, de Kyle lelövi őt. Kyle lelövi őt, így csak Skredin és Makes maradt, Makes, aki konnektorból próbál valamit alkotni. És most már 4v2, az nagyon low HP-n van Kyle és Oleg, De illetve Skredinek Skradin. sincsen sok. Igen, neki is 10 HP-ja van. Nála van a bomba És is. mekkora hiba volt ez Kaito, hogy pont akkor húzta el onnan a fegyverét. És már is 2v2 szituációt láthatunk, ugyanis Skredin és Makes nagyon szép És kettőfeggel közben nyitottak. Shifty. Azonban Itt tudta lőni. Shifty javít. Skredint, ugye spray-jel. És hogyha Shifty most lépcsőn maradt volna, akkor látta volna Makes-t, amint felveszi a bombát, de Shifty így is kimegy rá és lelövi, mielőtt még a plant megvalósulna. Így 23-21 a második overtime-ban a fröcskölő javára, és úgy gondolom, hogy ez a kör most nagyon kellene ahhoz a fröcskölőnek, hogy kettő kört le tudjanak hozni T-be, és ezzel meg tudják nyerni ezt a mapot is, ami ugye a Skipnek a main mapja. És ezzel bejutva a döntőbe természetesen, ezt nem szabad kihagyni. Igen, ez teljesen így van. És úgy néz ki, hogy a srácok megint felállnak egy rámparásra, úgyhogy talán érdemes lesz egy kicsit Olekot nézni. Igen, pont őt keresem egyébként közben. Ugyanis négyen állnak rámpa előtt, és hogyha elindulnak mindjárt a smoke-ok és a flash-ek, akkor kíváncsi leszek, hogy Olek mit fog tudni kezdeni ezzel a rámpa rással, hogyha ez meg fog valósulni. De úgy néz ki, hogy Skreddinnel fog először találkozni, akivel, hogyha találkozik, akkor vissza fog zárni, így is van, és már mennek is a counter flash-ek, vagyis csak egy. És megy, mennek a flash-ek, és megy, és bizony, hogy megy az a rámparás, amire számítottunk. Közben és Kyle lövi az első embert, Fizzl válaszol azonban. Igen, és Oleg nem nézett, és nem Oleg elenged egy magát. Embert, akit hátba lő, és Oleg kettőt lő, és Ott Oleg megöli a harmadikat, is. Megöli a harmadikat. És X-Dye öli meg végül Oleget, így 1v2 szituációval. És X-Dye-nak 30 HP-ja van egy Ezivel, aki már látja a pozícióját, és hátba is fogja lőni, így is van. És 24-21 a fröcskülő javára az overtime. És most mennek a srácok tébe, úgyhogy kettő körre van szüksége most a fröcskülő csapatának terrorba, ahhoz, hogy megnyerjék ezt a mapot. Láthattuk, hogy milyen erősek voltak az első részénél a pályának, ugye a csapatok. Jött egy pauz. Lehetséges, hogy még egy csere lesz? Nem szerintem hiszem, nem, mert már XDA írja is, hogy go. Egy gyors fishi van Oleknél, csodálatos. Perc. Egy percre van szükségük a csapatoknak, hogy folytassuk a játékot. Addig egy, szerintem vessünk egy kis pillantást a scoreboardra, ugyanis a scoreboardon Fizzl teljesítménye, és talán Fizzl és X-Dye és Makes, akik hárman nagyon jól lövik a Skip csapatában, és Devo és Skredin is 20 fölött vannak már, azonban most ugye Plazma az nemrég csatlakozott a játékhoz, így ő azért van 12 fraggel az utolsóin a terroroknál, és 37 fraggel, 35 fraggel, 32 fraggel, azonban eléggé stabilan hozzák a kötelezőt a fröcskölős Kyle, Olek és Shifty. Úgyhogy talán még úgy gondolom, hogy itt egy kicsit kiegyenlítettebben lövik a terrorok, mint a CT-k. Ugyanis a CT-knél van olyan, hogy Skredinek 20 frage, Fizzlnek 40 frage van. Úgyhogy azért egy kicsit hiányzik talán az, hogy Skredin is talán egy picivel jobban lőjön. Ugyanis 37 alkalommal halt meg,
Bár mondjuk azért asszisztokkal azért lényegesen sokat hozzátesz a játékhoz, hogy látod, ugyanis a 21 frag mellett 10 asszisztot tud magáénak, és közben már folytatódik is a mérkőzés. Ként. És itt közben itt már megy is egy kis cyberfight. Igen, hogy ugye ez már a hogy harmadik Fizül pauz. Kérdezi, hogy ez a harmadik pauzuk, és így van, hogy elvileg csak kettő pauz lehet. Egyébként De úgy teljesen gondolom, hogy ez jogosan kérdés. Jogosan kérdezték, de úgy gondolom, hogy ez megint csak ilyen szőrszál hasogatás jellegű én nálam. Igen, viszont láttunk ilyet ugyanúgy plazmánál, szóval szerintem teljesen jogosan rákérdezett, és egyébként valamilyen szinten igaz van ebben a logikában, megölte Fizült, aki ebben házból volkor ki. Így van, és Oleg is nagyon szépet lőtt X-Dine-nak, aki Ferde falról próbálta pékelni a rámpát, és már a Smoke-kal próbálták zárni a CT-n Devot, de nem tudják kizárni, azonban fel fogják robbantani. Így van, Oleg kilövi, vagyis felrobbantja Devot, és így ezzel Skredin és Makesz javítanak egy kicsit 3v2 szituáció, de Shifty Skredin pozícióját tudva már hátba is lőtte, és Makesz marad egyedül jungle-ben, de Shifty őt is leszedi. Így meg is van az első kör, ami hogyha innentől lehozza a skip a maradék köröket, akkor is még egy overtime-ra lenne lehetőség ezáltal. De úgy gondolom, hogy most már abszolút a fölény a fröcskölő csapatánál van. Igen, egyébként közben Márkó kérdez, hogy lesz-e még meccs ma, és igen, ez még csak egy elődöntő, ugye itt fog kiderülni, hogy ki fog hogy tovább ki a jutni. Döntőbe, és a fröccskölőket már csak egy kör választja el ettől a nemes céltól. És itt most láthatunk egy olyat, vagyis én láttam legalábbis, én X-Dive-t néztem pont, hogy próbáltak egyet tornyozni egy smokeból Plazma és Ezi, és Plazmát lábon is lőtte X-Dive, de másodjára is lelőhette volna, és nem tudta sajnos lőni, úgyhogy úgy néz ki, hogy most érzik a skipesek, hogy milyen tétje van ennek a körnek, milyen tétje van a maradék körnek, azonban Skredin lövi az első freget, aki lelövi Shifted konnektorból, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a kör eddig most a skipnek áll. Ja, el is üstölték most már rámpát, és nem akarnak nagyon kinézni hán, és egyébként ez jogos, hogy nagyon nagy tétje van ennek a dolognak, és közben Skredin megölt Kite, illetve Plazmát is. Azonban ez így meg fog ölni Skredint. Valószínűleg csapattársa fogja kisegíteni. És CT most már tudják Fizzülnek a poziát, de ez így nem tudja lelőni Fizzült. Mi 1v3-at láthatunk. 1v2-t most már csak. 1v2-t. Ja, igen, bocsánat. Ugyanis közben Oleg lőtt egyet. És most már csak is lelő, és 1v1 van, és Fizzül Volkor rá, és Fizzül Volkor rá. Ja, és most meg már fogja ölni az Fizzül, embert, és meg fogja ölni Fizzül. Így van. 25-22, még mindig egy köre van szüksége. Ez a második matchpontja a második overtime-ban a fröcskölőnek, ugyanis az első kört lehozták 4 védett kör után. Így még mindig csak egy apró köröcskére van szükség ahhoz, hogy ők jussanak a döntőbe. És nem is gondoltuk volna, hogy ez a mérkőzés, én legalábbis nem gondoltam volna, hogy ez a mérkőzés ennyire szorossá is tud válni. És itt egy hatalmas hibát követel a fröcskő csapata, mégpedig molotovokban kezdenek el rásolni. Ez egy kicsit értetlenül állok ezelőtt, és Oleg marad 1v4-ben ezáltal. Lehetséges, hogy úgy gondolták, hogy meg fog lepődni ugye a skip csapata, és picikét elbizonytalanodnak ebbe a nagyon defenzív védésbe. Viszont azt láthatjuk, hogy ez nem így történt. És kőkeményen megfogták azt a bizonyos ja, állarakot. Azt kell mondjam, hogy ennek a varnak a kimenetelétől függetlenül, hogyha most ezt nem tudja visszahozni a skip, azért azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon derekassan helytálltak, szóval ők most azért igazán megmutatták azt, hogy ők egy nagyon jó kis csapat. És hogy ennek a csapatnak azért van jövője is. Azt most nem értettem van. Mondjuk, hogy ott most X-Dite elszmokolt a saját csapattársa házban, amikor ő egy előnyös poziból tudta volna tartani a házrást. És ismét felállnak a fröcskölősök egy középkörre, és ismét menni fognak a smoke-ok, és ismét szerintem hiányozni fog az a bizonyos jungle smoke, ami ebbe a körbe akár megint csak kerülhet. Én viszont Devo most Skredin, már nagyon lassan érhet vissza. Nagyon vissza. Okosan elszmokolja a házat, szinte érzi, hogy ott házban még van egy ember. Közben jött egy és már a molotovot is oda dobta. Van elindul a kör, és most ment egy smoke, és be tudnak futni. Azonban van egy rés azon a smoke-on, és azon a résen Skredin lő is egyet, és Makesz lő még egyet. Közben Skredin megölt a plazmát, és egy duplázott. Szituáció maradt, és megint ott volt a jungle smoke, de ott volt a rés a jungle smoke-on, és megint ez hiányzott, úgy gondolom, a fröcskölőnek. Igen, és egyébként nagyon erőltetik ezt az át, ugye az utóbbi körökben szinte csak át láthattunk. Ez lehetséges, hogy azért is, mert ugye B-t nagyon erősen fogják,
Viszont azért szerintem meg lehetne most már próbálni És én egy úgy gondolom, A-kört. hogy most fogják megpróbálni azt a kört, amit eddig megpróbáltak már egyszer, és be is jött nekik az előző első overtime-ban, hogy beterelnek arra, bemegy arra valaki, öl valaki on, és utána bemennek B-re, de nem! És leugrik, és patkányból kilövi Fizzyn Oleket, akit viszont Shifty lelő középről, úgyhogy ismét 4v4 szituáció van, és nézzük, merre orientálódnak a srácok. Úgy néz ki, hogy Ezi próbál házból píkelni, és házból is ki is lövi Devót, aki konnektort védi, és már meg is látta Skredint, úgyhogy most már Skredin pozíciója is tudatosult a terrorokban, úgyhogy most már úgy néz ki, hogy ez a kör ismét a fröcskölőnek áll. Nézzük, mit tudnak kezdeni ezzel a kis előnnyel, hogy ők most négyen vannak három ellen. Én ugye Kármán be is fog futni rám. És nézzük, azonban. És nézzük Plazmát, aki közben házba volkol a bombával, és Shifty pedig volkol be röviden. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez egy B-kör lesz, ahogy számítottam rá, és közben Makesz átzár arra, mert arra elindul egy terelés, és Skreddy lelővi bár Kite on, de most Shifty és B üresen maradt. Plazma, Shifty és Plazma. Ugye Shifty óvatosan szétnéz, hogy ne lássák meg a bombát. A házban meg is halt-e Shifty és Plazma, most le tudnák hozni ezt a kört, mert B-re be tudtak menni. És ugye le is fog kerülni ez a bizonyos bomba. Így van, és 2v2, 2v2 szituációt látunk most, és Plazma és Shifty vannak ketten, és nagyon jól csinálta ezt szerintem Shifty, hogy most betolt a konyhát. Azonban nagyon jól csinálják a srácok, hogy mind a ketten egyszerre zárnak rövidről, ezzel le is nullozzák Plazmát házban. Viszont le lett ugye infúzva, az a molotov viszont felesleges volt, hogy ugyanis ott nem sebez senkit, ott vannak a flashek, és Plazma ki fog nézni, és Plazma meg fog halni, azonban Shifty is 0 HP-s. Igen, és ugye nincsen túl sok idő, mivel a bomba lent és van, megvan és ez pityog. A kör a fröcskölőnek, kérem, így ugyanis van. Ezt már nem lehet felszedni ezt a bombát, jutott. És a fröcskölő jut be a döntőbe. A fröcskölők bejutott a döntőbe. Nagyon szépen csinálta ezt szerintem Shifty, hogy kitolta ugye a konyhát, mert így tudta az időt húzni. Van, pedig el is váltok most már másik képernyőre.